Például az út, a... Hát az út az elég szar. Hát az út az eléggé olyan, amilyen olyan. A gyerekeknek játszóteret csinál, egy óvodát csinálna a gyerekeknek, mi hogy mennyi, rengeteg gyerek van itt. Hát ezeket az utokat megcsinálni végre. Megdobálják olyan darab kövekkel, azért két gyerek dobálja, addig még a harmadik beugrik a labdáját, mert berugassák a labdát. Úgyhogy akkor ez nem lehet itt hagyni magára a portát, egy óra hosszára se. Világítások rosszak. A kutyákat elengedik, bujkálnak az emberek, félnek a lopásoktól, a zsebelésektől. Nagyon sokat meg is támadtak. Hát életveszélyes itt kilépni az utcára? Hogy lehetne ezt megoldani? Hát szerintem össze kéne szervezni itt az itteni emberekből, akik olyan normálisak, akik tényleg biztonsági témában kialakítani. Arra vannak. Bejárnak minden ózalúbicsen, hogy a hegyen keresztül jönnek, felgyújtják a házakat, rettegésen felgyújtják szabály szerint. Milyen emberek ezek? Hát nagyon ezek a akárnyi. Mert ugye tudják, hogy most van egy roma település őrség itt. Azt tudjuk, láttuk az őrséget a polgármester, hát akik járkálnak. Az messze jár, az sajnos itt. De én vagy kétszer láttam összesen. Itt is ugyanazt kérdezik. De nem minden nap. Két év alatt, amióta mi dolgozunk, nagyon sokat változott itt a helyzet, mert mi munkaidőnk alatt betörés, meg lopás nem történik. Volt, aki itt panaszkodott, hogy ti fönt járkáltok egészen a hegyen, nem itt lent van ebben valami. Vagy ott durvább a helyzet? Durvább fönt, mert ottan lopják a fát is. Ahogy a fenti öreg hölgyek mondják, hogy hajnal kettőkor, háromkor mennek lovaskocsival. Próbáltunk abba a tájba hajnalba is kint lenni, járőrözni, akkor se találtunk senkit se. De biztos a kisebbség csinálja. Az elején említetted, hogy egy 4-5 családra gyanakszotok, ők mifélék? Hát ilyen bevándorlók. Honnan jöttek ők? Hát így hallom már szerint Csenyétéről, meg Zsolcáról, meg ilyen Borsod megyei kis településekről. És milyenek az emberek, akiket kaptál? Mert úgy tudom, hogy téged a Vajda választott. Így van, engem a Vajda választotta, a többit meg a városgazda. Hogy tudtok együtt dolgozni? Jó fiúkat kaptam ki, hál' Istennek, normálisak, tisztelettudóak, csak a munkának élnek. Sok emberbe felvetődik a kérdés, hogy azért tele van ez a banda, akár Jukóban, akár számozott utcákon, volt nehéz fiúkkal. Hát, hogy közülünk? Hát, nem tudom, hogy van köztünk nehéz fiúk. Kinézetre vastagok vagyunk, de hát vannak itt Jukóban is nehéz fiúk állítól, és ami nem találkoztunk velük. De hát ön is, mint roma, biztos látja ezeket a családokat, akik rászabadultak Miskolcra, és ezek... Látom, és meg is érdemlik. Csak az a baj, hogy mindegy kalap alá vesznek. Hogy lehetne ezeket beilleszteni? Hogy lehetne? Nem tudom, valahogy tanítani kéne ezt, vagy én nem tudom. Én nem tudom, hogy miért van, de itt is vannak. Szerintem azok miatt van ez, akik bevándoroltak ide Miskolcra, vagy a városokba, az elbújt falvakból. Az ilyen... én nem tudom, de az ilyeneket ki kéne zárni innen a városból, mert nem tudom beilleszkedni. És hogyha most te azt mondod, hogy el akarsz menni, nem attól fogol te félni, hogy majd a szomszédod bemegy, mert a szomszédod ismer téged. De másik sőt, egymásra vigyáztok. Így van, csak az, aki idegen, az nem azt nézi, hogy neked mostan elmentél, és akkor te majd, mit tudom én, egy óra múlva visszajössz, 5 perc alatt kirabolja. Én megvette a hús, a fűszert, fényes nappal bement, kirabolt, elvitte a húst, a fűszer, mindent. Na, akkor mit szólt? Ezért érdekel mindenkinek. Aztán én mondom, most nem akarok vitatni, én most be fogok szólni valakinek az ügyébe. Cigány, vigyázol a cigányra. Hát ugye nevetséges, várjunk már, mert olyan nevetséges, hogy az borzasztó. Vegyesen, találkoztak egy cigány polgárőrséget, hozzáfogták a kocsikat ellenőre. Van ehhez joga? Nincsen. Kisgépező tanfolyam leszek részt. Most végzek, most 25-dik. És utána garantálnak a lennyer, menjél fel. Hát, nem! Ez most a munkaidő központ, tehát megyek fel. Igen. Hát mondják, hogy több mint valószínű, hogy lesz, de hát majd meglátjuk. Ha lesz, ha nem, akkor... Ez magának van munkája? Hát én most jelenleg is kell. Ha milyen sem.
Igen, és ott nincs tőműlőség. Én segélyem van. Én is azon vagyok. Egy hónapot nyosztjuk meg a munkáját. Az állat sincs munkáját van. Munká? Hát alkalmi munkában. Nem tömülös. Tömülös vagyok. Itt a probléma, így van. Hát a roma volt, vagy magyar? Magyarnál volt a betörés. Elvittek sokfajta ágyneműt, ilyesmi betörés. Hát ugye, akik a mód, igen, nem messze lakik innen. De is elvitt, vagy csak? Igen, hát nem csak itt a telekkel van itt. És most sorozatosan észleljük azt, mert be tudnám hozni a jelenléti évet, meg az eseménynaplót, mert mindig jegyzem, hogy többfajta betörés történt mostanában Jukóban. Annyi a probléma, hogy már észrevették, hogy két hete dolgozunk. Jöjjön be, főnök úr! Jó napot! Jöjjön be! És annyi, hogy észrevették azt, hogy dolgozunk, 14-től 22-ig, így mondom, 22-től reggel 6-ig van a járműrözés, és erre délelőtt megcsinálják a betöréseket. Meg 7 órát fekvődött. A bajri nem ott van állami. Na ezért vagyunk, hogy próbáljuk megoldani az ilyen dolgokat. Ebből van ez a közbiztonság, de valahogy azt kell tenni, hogy a helytérjekből is fogadnunk kell oda hozzátok, és akkor így meg lehetne közösen oldani a dolgot. Harmas meg légy szíves, ne kiabálj. Ha te itt leszel és itt lesz az öcsét, vagy valamelyik is az lopni fog, azt fogod mondani, hogy ne jelentsd. Már pedig le felfogom el. De én nem fogom, nem fogok én megfogni el, mert te hiába a saját öcsét leszol, megyettem. Ebben meg nincs igaz, akkor én ezt eldobhatom a tetekére. Persze. Akkor te mit fogod csinálni? Figyelj ide, én jövök őszére. Most neked fog jönni az öcséd, mellettem Jukósi, azt mondod, az öcsédet ne jelentsem fel, nincs ilyen. Már hívom is a telefonon, rendőri segítséget. És amikor fordítva van ez az öcset a terokon. Akkor azt rögtön feljelentem én. Ja, akkor én is rögtön feljelentem. Ennyi. Akkor nincs mit beszélünk. Törvénynek megfelelően. Aki Jukóban van, az a Vasgyárban dolgozik, Számozott utcán, aki a Számozott utcán, azok a Bálványi Bélyek. Vasgyárban van. Én megértem. De én akkor Imre, voltátok a Sárnyedben, aki velem tudják. Vajdát, felhívott. És akkor így megmondolva ez a dolog is érdeke. Innen is volna közületek. Hányan hagytam, mert meg fogom mondani, hogy gyerekek, rendezzétek le az egész vonalat, nincs testvériség, nincs rokonság, de viszont, hogyha cigányokat meg akarják majd itt támadni, azokat is belégyünk. Javaslok hozzátok legalább, hogy 20 magyar ember. Köszönöm szépen. Vegyessék el, gyerekek!